Nagy tiszteletű Koncz Tibor esperest arról kérdeztük, hogy mennyire rendezettek a temetők Minden Szentek ünnepe előtt. Ősszel a 25 hektárnyi komoly feladat elé állítja a temető esztétikumáért dolgozókat. Mindent megtesznek azért, hogy minél hatékonyabban végezzék el a takarítási munkálatokat. Mindenkit arra kértek, hogy legyenek türelemmel, ugyanis folyamatban vannak a munkálatok, de némi időt vesz igénybe. A temetők állapota és helyzete sajnos nem tudok jót mondani. Tekintettel arra, hogy pont ez a mostani időjárás nem igazán segít a kitakarításnak. Azt gondolom, nem a én elvárásomnak, a mi elvárásunknak megfelelő, ezt tudjuk. De még azért van egy pár nap, ezt ki fogjuk használni, és a temetőknek a szemetét azt mindenképpen ki akarjuk szállítatni. Ez egy nagyon komoly feladat. Tekintettel arra, hogy nem a saját magunk rendszerét kell, hogy használjuk, hanem kölcsön, kvázi, ugye, szerződés alapján a város szemétszállító kapacitását kell ilyenkor felhasználunk, és azért véges ez a határ. De úgy gondolom, hogy mind eddig is, most is megteszünk mindent azért, hogy rendezett körülmények várják és fogadják a temetőkbe érkezőket. Az biztos, hogy mivel ez egy hosszabb időszak, ez hiába azt mondjuk, hogy halottak napja, Minden Szentek, gyászolók vasárnapja, ez most nagyjából egybe is fog esni. Ez ennek ellenére nem egy pontszerű alkalom, hogy arra azt mondjuk, hogy fölkészültünk, hanem ez egy időszak. Úgy gondolom, hogy főleg az iskolai szünetnek köszönhetően jóval hamarabb elindul a temetők látogatása, tehát ez a 20-a környékétől már reális, és bizony ez még november első és második hetében is fog tartani. Tehát itt egy nagyságrendileg egy hónapról van szó. Ez azt jelenti, hogyha valaki kimegy éppen adott időben, a saját maga által elhatározott időben, és azt látja, hogy ott még nincsen kivéve a szemét, az nem azért van, mert hogy még vártunk, hanem azért, mert folyamatosan termelődik. Viszont mindent igyekszünk megtenni, hogy ez a lehető legkevesebb gondot okozza az odaérkezőknek. Az esperes a temetők látogatásának alkalmával felhívta a figyelmet arra is, hogy aki teheti, minél kevesebb szemetet hagyó emlékeket helyezzen a sírok és a temetők esztétikumát is ezzel növelve, illetve vigyázzanak az értékeikre. Amit esetlegesen lehet kérnem, ha lehet ilyet, hogy amennyiben megoldható, minél kevesebb később, bár a kegyelethez aktuálisan hozzátartozó, de később szemetet jelentő dolgot vigyünk be a temetőkbe. Ez azt jelenti, hogy mértékkel, ha lehet a mécseseket, mértékkel, ha lehet a művirágokat, hiszen azok a legnagyobb gond, mert egy élő virág, egy élő koszorú az ugye a természetéből fakadóan valahogy a korral meg az idővel együtt kisebb gondot jelent, de ezek a műanyag dolgok bizony nagyon komoly terhet jelentenek a szemét szállítás szempontjából, és még ha lehet annyit kérni, vigyázzunk az értékekre, vigyázzunk a sajátjainkra, ez azt jelenti, hogy például a mécseseknél egy szélviharos időben, és ez már nem egyszer előfordult, ott bizony akár tűz is keletkezhet. A másik pedig, hogy vigyázzunk a többiek értékeire, illetve segítsünk megvédeni mások értékeit, mert bizony ebben az időszakban előfordultak olyan esetek is, hogy kihasználták ezt az időszakot nem jó indulatú emberek. Ne hagyjuk a táskát magára, ne csináljunk úgy, hogy a másik, ha lehet, a másik sírhelyére, sírjára, síremlékére tegyük a dolgokat. Magyarul mindenkinek megértjük és megértem természetesen a kegyeleti szándékát, de legyünk tekintettel a másikéra is. Aztán van még egy nagyon fontos dolog, mi igyekszünk, fel is vettük már a kapcsolatot egyrészt a rendőrséggel, köszönjük az együttműködési készségüket, másfelől pedig a polgárőrséggel igyekszünk megoldani, hogy jó rend legyen, ékes rend legyen a temetőkben, de természetesen ilyenkor szoktunk olyat kérni, és ilyet szoktunk is megtenni, hogy autóval, ha nagyon muszáj, csak akkor akarjanak behajtani, mert nagyon keskenyek az utak,
egyszerre 100-200 autó nem fog tudni elférni a temetőkben, úgyhogy erre is készülünk, ugye erre felhívjuk mindenkinek a figyelmét.